Sziasztok gyerekek, Benyoboly vagyok, ez pedig a Life of Pixel című játéknak a hát végigjátszása, megpróbálom, nem tudom, hogy fog menni, ugyanis, mint azt tudjátok, egy ideig nagyon beteg voltam, és október óta gyakorlatilag nem tudtam semmit felvenni, szó szerint nem tudtam semmit felvenni, úgyhogy gyakorlatilag most újra kell kezdenem előre a videózásnak a tanulását, mert hát teljesen kiszoktam a formámból, de hát remélem, hogy azért így is tetszeni fog mindenkinek ez a végigjátszás, aki ezt követni fogja, és ez egy olyan darab lesz, amit ti szavaztatok meg, ugyanis a Spica Adventures után kérdeztem tőletek, hogy melyik játékra lennétek jobban kíváncsiak, volt ez, illetve a GTA 3, és hát most már tudjátok, hogy melyik lett a győztes, ez a kis indie platformjáték, nagyon aranyos kis cucc, és én nagyon élveztem, amikor játszottam, és úgy voltam vele, hogy én ezt a játékot szeretném nektek is megmutatni. Egy zöld kis pixelt fogunk alakítani ebben a játékban, akinek hát az a neve, hogy Pixel, nagyon ötletes, és hát ő nagyon unta, hogy ő a tömegben van így a háttérben, és igazából szerette volna tudni, hogy ő mégis honnét származik, kicsoda ő, honnét jött, ilyesmi, úgyhogy bement egy videójáték múzeumba, hogy szépen végignézze az ő kis történetét, hogy mégis honnét, hová fejlődött. Úgyhogy ez gyakorlatilag nem csak egy platformjáték, hanem gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen oktatójáték is, mert rengeteg mindent megtudunk a régi videójáték konzolokról. Ez főleg konzolokra fog koncentrálni, és vannak benne olyanok, amik nem annyira ismertek Magyarországon, legalábbis az én korosztályomnak. De például nekem Sinclairem nem volt, meg Commodorem se nagyon volt, BBC Micron meg aztán pláne nem volt. De nyilván vannak olyan konzolok is, amik már ismerősebbek lesznek számotokra is. És hát mindegyik pálya az ilyen tematikusan van felépítve, tehát a hang és a képvilág az akkori konzolt próbálja megidézni, úgyhogy nagyon hangulatos az egész. Úgyhogy itt van a játéknak a menüje, egész minimalista. Megmutatom a statisztikáimat. Borzasztóak, 9,5 óra alatt vittem végig először a játékot, 869 halállal, stb. Stb. Őszinte leszek, én nem nagyon, tehát 104 pálya van, én ennyit fogok végigjátszani, meg megpróbálok minden összegyűjthető dolgot összegyűjteni. Viszont én nem akarom nagyon letörölni a mentésemet, mert nem tudom, nem töröm le a mentésemet, úgyhogy én az eredeti, tehát 100%-os játékkal fogok most játszani, csak ugye előről fog kezdeni minden, de elvileg nem nagyon lesznek olyan dolgok, amik kimaradnak, de hát a történet meg amúgy sem nagyon halad előre, úgyhogy tehát nincs sok csavar benne, meg ilyesmi, úgyhogy igazából nem fogtok lemaradni, de akit meg érdekel, és mégis kimaradna valami, az meg vegye meg Steamen pár dollárért, és újraélhet mindent, amit én is, úgyhogy ez tényleg csak egy ilyen szó szerint végig fog menni az összes pályán, aztán majd meglátjuk. Érdekesség a játékkal kapcsolatban, hogy a zenét és a hangot az csak ki és bekapcsolni lehet, lohakítani nem, meg felhangosítani. Ez azért gond, mert a játék 400 000 millió decibellel üvölt, és hát most úgy hangos felhallgatón keresztül, hogy minimálisra van tekerve. Szóval nem is értem, tehát nagyon, nagyon borzasztó hangos a játék, úgyhogy ez nekem annyira nem adta. Viszont hát körülbelül ennyi a negatívum a játékkal kapcsolatban, és van egy olyan is opció, hogy amiket összegyűjtöttünk már dolgokat, mert kétfajta gyűjthető cucc van a játékban, azokat ki is be tudjuk kapcsolni, úgyhogy hiába játszottam végig a játékot, a gyűjthető dolgok azok újra megjelennek a pályákon, úgyhogy ezért nem is töröm el a mentésemet, mert így ezzel gyakorlatilag megoldottam az egészet. Úgyhogy kezdjük is el a Pixelt, a ZX81-es konzollal, majd szépen majd lassan majd haladunk előre, nem akarom leszpoilerezni, hogy mik lesznek. Úgyhogy mindegyik világban 8-8 pálya van, hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy nem emlékszem jól. És itt látjuk, hogy itt is vannak már gyűjthető dolgok, tehát itt bal oldalt jelöli a szám alatt, a térkép mellett, hogy vannak ezek a kis világítók, kis bizgentyűk, és ha azokat összeszedjük, akkor hát mutatja a játék. Úgyhogy most szépen be is tölt a játék. Igen, és van ez a kis kék mesterpixel, én úgy szoktam nevezni.
és hát itt elmondja ennek a gépnek a történetét, hogy értelemszerűen, mint minden kezdetleges konzol, ez is Angliában készült. A briteknél nagyon sok exkluzív konzol volt, amik aztán persze eltettek Európába, de ezek főleg náluk voltak nagyon-nagyon menőek, és ugye audiokazettákon jöttek ki még annól a szoftverek, úgyhogy nagyon érdekes. 1984-ben tűnt el, szóval tehát én akkor még meg sem születtem, amikor ez a konzol már kionult a forgalomból, úgyhogy érdekes, hogy honnét kezdődött minden. És igen, itt is vagyunk, hát ugye ekkoriban már nem voltak színek a játékba, úgyhogy hát ezek az első pályák is még fekete-fehérek. Sima mezei platformjáték, tudunk ugrani egyet, meg duplán ugrani, és igazából ennyi. Ki kell kerülnünk minden ellenfelet viszont, mert ellenfeleket legyőzni nem tudunk fejreugrással, meg ilyesmikkel. Úgyhogy azokkal vigyázni kell, és majd lesznek ellenfelek is, értelemszerűen, mert itt is van egy rögtön. Kicsit olyan, mint a Day of the Tentacle-be jött volna. És tök ranyos a pixelünk, és hogyha összegyűjtik ezeket a kis karikákat, vagy pixeleket éppen micsodákat, ugye ez világtól függ, akkor kinyílik az exit, és akkor tudunk tovább menni a következőre, szóval hót egyszerű a játékmenet, és vannak ezek a kis világító pizgentjük, azok a gyűjthető dolgok. Úgy mehetünk is tovább. Itt meg kicsit bonyolulnak a dolgok, és jönnek a nagyon kedvelt tüskék is. Sokat kell memorizálni a játékban azért. Sok ilyen csapda van. A játékot egy bundle keretében vettem meg, gyakorlatilag fillérekért. Azt hiszem $1 vagy $2 volt a teljes bundle, úgyhogy eléggé megérte. Még azt kell tudni a pixelünkről, hogy mint azt láthatjátok a bal felső sarokban van élete. Ez 2 szív, de igazából teljesen felesleges, mert szinte minden instant killel minket a játékban, úgyhogy igazából ez csak az ellenfelekre jó, tehát amik így repkednek, meg ilyen baromságok. Ezt igyekszem majd így. Úgy, ez meglett. Ez kicsit necces volt. Szóval az ilyen tüskék, meg például a víz, meg az ilyen szakadékok persze instant killelnek minket, úgyhogy ez a dupla szív, ez ne tévesszen meg minket, legtöbbször azonnal meg fogunk döbleni a játékban. Ne essünk lenne, például erről van szó, hogy itt is ilyen hatalmas tüskecsapdák vannak. A zene az amúgy kellemes, megpróbáltak egész változatos témákat írni. Viszont az annyira nem, nekem az fura volt, hogy folyamatosan megy ezen a játékban, tehát ez így megállás nélkül loopolódik, mint hogy azt halljátok majd. Úgyhogy, hogyha sokat szenvedünk egy pályán, akkor egy idő után unalmas tud lenni, de ezt úgy ki tudjuk küszöbölni, hogy nem halunk meg sokszor a játékban, ami hát nyilván nem ez képesség függő, hoppá. Például azok például csak egyet sebeznek nekünk. Kis monokrom grafikájú konzol, és innentől kezdődnek el az egy fokkal nehezebb pályák, de amúgy a játéknak a nehézségi szintje az teljesen baráti, szóval nem túl nehéz, viszont jól be van kalibrálva, szóval nem lesz, hogy egyik pillanatra a másikra így nem el fogunk akadni, hanem mire a nehezebb pályákig jutunk, addigra úgy szépen fel fogja építeni a játék a képességeinket. Na, ez necces volt, úgy. Majdnem edőltem. Igen, a hitbox amúgy kicsit fura a játékban. Talán azért, mert ha jól tudom, ez is Unity Engine-nél készült, bár ebben nem vagyok biztos. És na most itt memorizálni kell a pályát. Jó, ezt felvesszük. Az a robot figyel minket, azt mondja, jó. Azok a kis denevérek a legrosszabbak, mert azoknak nagyon hülye a patternjük, így biztos, hogy van valami ívük, vagy ilyen, nem tudom, útvonalok, ami alapján mennek, de így nem, erre pont az utolsó cél előtt megdögök. Szóval, és ilyenkor is ez történik mindig, hogy így szétrobbanunk szó szerint. Még, tehát egy pixel szétrobban pixelekre, szóval ilyen. Pixelception. Nem tudom, hogy pixelnél mi lehet kisebb, de ezek szerint a játékészítői tudják, szóval nagyon érdekes a denevéreknek a mozgás koordinációja, és nekem úgy tűnik, hogy a random lenne, nem az, de néha úgy tűnik. Igen, ez egy kicsivel nehezebb, ez volt az első, aminél többet, na, ennyi volt, többet szívtam, de ezt mondtam, hogy néha le se kell esnünk a vízbe, elég, hogyha csak kicsit félreállunk a platformról, és azt már úgy veszi a játék, hogy már belezuhantunk. Na, erről beszéltem megint.
De vízzel nagyon érdemes vigyázni, főleg azzal, amivel, ami egy színben van egy platformmal, ugyanis az meg tudja viccelni a játékost. Úgy, kicsit tovább megyünk. Maradék az már nem lesz nehéz, hogyha ugrottam volna időben. Na igen, ez egy ilyen szopatós az elején, hogy aki siet és sokszor meghal, az ráfázik. A pályadizájnom úgy elég ötletes, szóval egész kreatív pályákat csináltak a készítők, ezt meg kell hagyni. Upp, ez necces volt. Az exithez most, azt hittem belemegyek a izébe a vízbe, de nem. Ugye ez játéktól függ, mármint abból az értelme véve, hogy melyik világban játszunk, tehát főleg a kezdetleges pályákon, amik ugye régebbi konzolokat imitálnak, a tényleg úgy van, hogy nehéz lesz megkülönböztetni egyáltalán, hogy a pixelünk, tehát a karakterünk az éppen hol tart, tehát vagy melyik a pályához képest. És közben végig is vittük az első világot. Ez a következő részben lesz majd az Atari 2600-as, úgyhogy majd folytatás következik. Úgy belemerültem a játékba, hogy elfejtettem, hogy végigvittem. Úgyhogy találkozunk a következő részben, remélem tetszett.